kombinációikkal büszkélkedtek, és a jó barátnők úgy a kalapot, mint a kutyát, minden esetben divatját múltnak találták. A vásárcsarnokból. Ez idő szerint szinte különös képe van a központi vásárcsarnoknak, amelyben túlságos fölhalmozottságát találjuk az élelmiszereknek, de amelynek inkább kíváncsi, mint vásárló közönsége van. Az asszonyok és férfiak fejcsóválva olvassák a kiírt árakat, hogy azután tovább menjenek a vigasztalan utakon. Ennek következtében a fülkék régiójában az árusítók munkanélkül állnak vagy ülnek, maguk is belátva, hogy a mai árak egyáltalán nem vonzhatják a vevőket. Ám ha a vásárlók száma erősen megcsökkent is, és ha az eladók unják is magukat, az árak egyáltalában nem esnek. Kossuth Rádió történelmi magazinját hallották, köszöni figyelmüket a műsorvezető Társi István. Adásunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A műsort az MTVA készítette 2022-ben. Viszont hallásra! Kossuth Rádió. Otthon a világban. 21 óra, jó estét kívánok, a hírszerkesztő Madarász Zsolt nevében is, Kovács Márton vagyok. Személyesen követi az eseményeket és irányítja a hatóságok munkáját a keleti határtérségben a miniszterelnök. Orbán Viktor reggel menekültekkel találkozott, majd Pintér Sándor belügyminiszterrel felkereste a nyírségi operatív központot. Az állami szervek a nap 24 órájában innen koordinálják a menekültekkel kapcsolatos feladatokat. A kormányfő ezután a Kisvárdai kórházba látogatott. Közösségi oldalán azt írta, felkészültünk a jelenleginél is.